November 6-án születésének 136. évfordulója alkalmából emlékeztek a gödöllőiek gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre. A főcserkészről elnevezett térem a diákok zenés verses összeállítása után Bárdi Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola címzetes igazgatója, beszédében a földrajztudósra emlékezett és Winston Churchill szavait idézte. Az, hogy földrajztudós volt, számos munkája és az általa teremtett földrajzzal foglalkozó intézetek sora bizonyítja. Én csak kettőt emelnék ki a földrajztudósi munkásságából, hogy az ő nevéhez fűződik a híres vörös térkép 1911-ből, amelyen ugye a Magyarországon lévő nemzetiségek, illetve a magyaroknak a számarányát egy térképen megfelelő módszerrel, ahol látszik is, hogy milyen, mennyi magyar és mennyi nemzetiség él az ország területén. Ugye ez a híres vörös térkép volt, amelyet aztán a trianoni tárgyalásokkor is próbált a tárgyalási küldöttség felhasználni, aminek egyébként Teleki Pál is tagja volt. És a másik talán egy nemzetközi megbízatása, a Népszövetség 1924-ben a török-iraki határ meghúzásánál vette igénybe Teleki Pál segítségét, ennek az úgynevezett Moszuli Bizottságnak volt ő a tagja. Teleki Pál halálakor. Churchill ezt mondta. Nekünk a béketárgyalásokon, a tárgyaló asztalnál egy széket szabadon kell hagyni Teleki Pál részére. Ez a szék minden jelenlévőt arra kell, hogy figyelmeztessen, hogy a magyar nemzetnek volt egy miniszterelnöke, aki önmagát áldozta fel az igazságért, amiért mi is harcolunk. Lukács Imre premontrei atya szavai után a résztvevők közös imával és koszorúzással tisztelektek gróf Teleki Pál emléke előtt. A megemlékezésen az államférfi unokája, a nemrég elhunyt Teleki Géza, özvegye és fia Teleki Adrián is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.